Szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Sticky vagyok, és február 26-án megjelent ér... Akkor ő biztos ráragad a csajokra, vagy ragadnak rá a csajok. Életem első zenéje klippel együtt, ma pedig itt vagyunk Budapest szívében a Deák téren, és vadidegen embereknek fogjuk megmutatni ezt a zenét, akik pedig őszintén reagálni fognak rá, kíváncsi vagyok mit mondanak, gyertek nézzük meg. Remélem, hogy lesz valaki, aki megmondja egy szar. Sziasztok, ne haragudjatok egy pillanatra, zavaratlak titeket? Ne haragudjatok egy pillanatra, zavaratlak titeket? Nem. Akkor ezt egy igennek veszem. Az a helyzet, hogy tegnap előtt jelent meg életem első zenéje, és vadidegen embereknek megmutatunk részletet ebből a zenéből, és reagálni kéne rá egy őszinte reakciót, elmondani, hogy tetszik, nem tetszik. Biztos? Persze, jöhet hideg is, meleg is. Legyetek nyugodtan kritikusak, legalább tudnom kell arról, hogy hol kell még fejlődni. A kollégina fogja indítani majd a hangszórót. Benne vagytok? Ez még így is kínos. Ez még így is kínos, hogy alávágta. Gondolj bele, hogy úgy mennyire kínos lehet, hogy ott abban a kis szar hangszóróból szól. Csak rá, mit vagy mégis máshol jársz, én meg vágyok rád, a szemedbe tekintek és fáj, úgy fáj. Fáj. És jöhetnek a vélemények. Ezt a szót direkt nem használom már egy zenébe se. Nem véletlen. Hogy tetszett, lányok? Őszintén nekem tetszett. Én meghallgatnám, tényleg. Jó, de nem hallgatok magyar zenét, de ahhoz képest. Jaj, úristen, hogy ő milyen egyedi, nem? Ezt azért el kell mondani minden beszélgetésben szerintem, amikor ő zenéről beszél, szerintem mindig elmondja. Én nem szoktam magyar zenét hallgatni, az nagyon rossz, az magyar zene az nagyon szar, de ez, na ez, ez jó lesz, engem elvesztettél. Nagyon, de ahhoz képest jó volt. Egy jó Korda Györgyöt nem hallgat meg. Hát én nem értek hozzá, nekem tetszik. Te nem ezt a műfajt éled annyira? Nem ezt szoktam hallgatni, inkább technót, de... Aha. És milyen építőkritikát tudnátok mondani, hogy még jobb lett? Hogy után bármit meghallgat az ember, tudod, úgyhogy ha ebből indulok, nekem tetszik. Én nem tudok kritikát mondani, mert... Egy bogyó után minden jó, az is igaz. Szívhez szóló, gratulálok. Ha szívből írtad, örülök neki. Annak, hogy valaki szakít, az nem. De jobb egy jó szakítás, mint egy végzetes szerelem. Real. Ez a néni, ez jó fej. Ő a legaranyosabb eddig. Gratulálok. Ez nagy bölcsesség. Köszönöm szépen. Na jöhettek a vélem. Ő kedves. Van egy jó része is a videónak legalább. Ez nem olyan, mint régen a porszívó ügynök. Egy kicsit. Eladod a saját zenédet. TikTokon promózás az már a múlté. Most már a Deákon kell hirdetni a zenédet. A mai fiataloknál ez a trendi most. A mai fiataloknál? What the fuck, bro? 20 éves vagy. PSV Young Fly. Azt képzeld, hogy a Young Fly-nak a háttérvokájai vannak benne amúgy. Tényleg? Nála vettem fel. Ismerősöm, Sári Sepjői. Szia, Álmos! Innen is üdvözöljük Álmost. Köszönjük a háttérvokálokat. Majd ír vissza. Majd ír vissza. Never seen. Én unblock nem szeretem a magyar zenéket, ha? De nem vészes. Nem vészes. Ő nem szereti magyar zenéket. Vészes, de nem is tudom. Kicsit ilyen nyávogós az egész, aha, nekem. De egyébként ilyen szerelmes zenéket szoktál hallgatni, vagy annyira nem a te műfajod? Maximum angolul valami, de tényleg egyáltalán. Na, mert azért angolul sokkal keményebbek. A magyar zenéket én sem olyan csípem. De nem az a baj vele, hogy magyar, hanem az, hogy mindegy, elengedtem. És milyen építőkritikát tudnál mondani? Tehát hogyan lehetne még jobb akár? Hát, hogy lehetne mondjuk egy nagyon picit egy része még. De hogy a beat miért megy alatta végig? Pörgősebb. Aha, tehát kicsit lassúnak érzed? Egy kicsit túl lassú, tehát azért, mert szakítunk, még nem biztos, hogy annyira le kell lassulni, tudod? Aha. Tehát ez nagyon jó. Hát igen, úgy kell csinálni az előző srácok. Beállapsz egy bogyót, aztán egyből 180 BPM alatt nem hallgatsz meg semmit. Srácok, képzétek el, hogy egy nézőmmel találkoztunk most itt a Deákon, és azt mondta az úriember, hogy már látta is a zenét, amikor megjelent tegnap előtt. Mondod a teljesen őszinte véleményedet, lehet hideg is, meleg is. 45 mondja, miért nem mondja senki sem, hogy szar? Fú, bazeg, engem megtalálnak egy ilyen videóra, hallod? Szétműsoroznám. Szerintem az nem kerülne be a videóba. Mit szóltál, amikor meghallgattad? Maga a zene az nagyon jó is. Úristen, hallod? Hát egyáltalán nem gondoltam, hogy ilyen hangja lesz a srácnak. Tényleg letöltöttem, és sokszor hallgatom. Na, szuper. Köszönöm szépen, és hát legyen nagyon szép napot. Köszi szépen, ide jöttél. Köszönöm szépen. Spotify-on is fel lesz hamarosan, úgy ott is meg tudod majd nézni. Úgyhogy legyen szép, okay, napot. Ciao. Ez az OTL vibe. Köszönöm. Hát ezt a trappes autotune-os vonalat, ezt nem éled annyira a közök szerint. Viszont amiket hallottam, ahhoz képest jó. Hát az OTL-hez képest... Nem, szerintem az pont, hogy szar. Viszont nekem van egy ismerősöm, aki elkezdte ezt, na hát attól... És hogy hívják amúgy? Egy kis shoutoutot most mondunk az ismerősödnek.
Nem tudom. Mi az őszinte véleményük az uraknak? Én nekem tetszett, és a stílusa az egy újdonság. Nem... A horgászás az jó lenne amúgy. Köszönöm szépen, és milyen építőkritikát tudnának mondani még az urak, hogy mitől lehetne még jobb esetleg a következő zene majd? Ez így jó, ahogy van. Ez így jó, ahogy van. Csak hagyjatok, már menjünk horgászni. Tényleg? Igen. Jó kis csárdást kellett volna mutatni a betyároknak. És mivel kéne még fejlődöm szerinted? Hát az autótumból kevesebb szerintem. Aha. De sokat. Szét vannak cigizve. Hát jó, jó amúgy a Deákon videózni. Szerintem artikulálj többet. Aha. Tehát ez a mumble, ez nem a te műfőd akkor. Nem, de amúgy ezen kívül szerintem nem rossz. Azt hallatszik, hogy van benne amúgy tehetséged, csak nekem ez a vonal, ez ilyen másik út. Aha. De amúgy tök jó. Érthetőbbre a szöveget, hogy jobban ki lehessen hallani a zene mögül. Hát igen, a GBL-en, a Deákon teljesen szempont. Köszönöm szépen a véleményt. Rendben van, és most én is kérek segítséget, mert otthon hagytam a mobilt. Kedves akart lenni a fiú. Igen, észrevettem. Mobiltelefonomat, és a gyerekemmel itt találkoznék, és most nem tudom, hogy hol van. És akkor feltetszik hívni? Jó, nyugodtan. Rendben. És gyerekek, ezek... Most felhívta az Tiki telefonjára a gyerekét. Nyakamon az ice úgy hidegedik a tél, mindjárt szétfagyok, úgyhogy most már megyünk haza. Köszönjük szépen, hogyha megnéztétek. Találkozunk a következő videóban. Kommentbe jött. Mi? Nyakadon az ice? Úgy hidegedik a tél. Mibe vagy? Annyit eszünk a turné, hogy gyűlöm, de nincs más kaja, úgyhogy... A benzinkutas hotdog a legjobb kaja. Annak idején nem is mentünk a testvéremmel, azóta visszahúznak minket az irigyek. Igen. Kiukasztották a gumit. Brr! Hú, erőteljesen kusvaj már fájban van tőle. De amúgy csináltam a zenéjéből. A K. Kevinnek jó kis Hyperpop verziót, és ez jó lett ebből. De meg ezt is meg kellett javítani, mert nem éreztem elég jónak. Szóval kiraktam egy jobb verziót. Ez nem zenélés, hogy fogok egy... Tudtam, hogy mi a BPM-je, és rátettem, mert 80 BPM-es. A zene meg 155 volt, a 155-ről felgyorsítottam 160-ra, és ugye 80-ra a 160 az illik, mert duplája. Bum, bum, bum. Page down, azt kell megnyomni? Megnyomtam. Mi a f***sz? Na jó, így most kinyitjuk, és most jó lesz. Spamelem, figyelj. Oh! Ajaj! Vadulok? Megvan a titka, figyelj, most jön a kés. Geci! Szia Manin, ha elfogyott a manin, csak szóljál, donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.